Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt az ő gondolatában, sokat gondol rád. Azon kívül úgy jelensz meg, mint egy királynő, és így gondol rád, így tekint rád. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, ezt ő tudja nagyon jól, és a víz eleme jelenti az érzelmeket. Érzelmekkel gondol rád, megbízik benne, tudja azt, hogy akkor is, ha úgy viselkedsz, mint egy királynő, és megvan ez a büszke tartásod, és ott trónolsz, figyeled az eseményeket, de nem kezdeményezel, ő mégis tudja azt, hogy te szereted őt. Hiszen a kezedben van ez az arany pokál, és az jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Az ő részéről is, a te részedről is. Ő tervez veled együtt egy új kezdetet. A 10-es szám jelenti azt, hogy kezdődik egy új periódus. Lesz egy terv, egy közös életút. De ő tisztában van azzal, hogy kezdetben még vannak itt nehézségek. Mindketten sok mindent cipeltek. Lehet, hogy sok a munka, fáradtak, kimerültek vagytok, vagy vannak még bizonyos akadályok, amiket el kell tüntetni. És a második kérdés úgy hangzott, hogyan érzi magát. Itt is látható, hogy sok a munkája, de ő saját magán is dolgozik, hogy megkapja az elismerést, hogy segítsen neked, hogy itt legyen tényleg egy új kezdet akadályok nélkül, de mire ő nyilatkozik, hogy tulajdonképpen mit akar, még időre van szüksége. Itt jelentheti ez a kép a munkáját, hogy sok a munkája, de azt is jelentheti, hogy saját magán dolgozik, és jelenleg inkább olyan visszahúzódó. Én úgy érzem, hogy keres egy új irányt, egy új utat, lehet, hogy egy új munkahelyet, egy spirituális területen szeretne dolgozni, de azt is jelentheti a kép, hogy meditál valami felett, hogyan tovább, vagy látható az is ezen a képen, hogy gyakran egyedül érzi magát, vagy magányosnak érzi magát, és azon dolgozik, azon mesterkedik, hogy ez megváltozzon, hogy veled együtt legyen itt egy új kezdet. És mit fog tenni? Ő mozgásba jön, maga után hagy valamit, feléget, szimbolikusan valamit. És itt a nap láthatóvá tesz téged, ő látni akar téged. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Lehet, hogy eddig elsietett mindent. Ezt ő megbánta, meggondolatlan volt, ezért inkább ő most olyan várakozó, visszahúzóró, de változik a helyzet, hiszen hamarosan közeledik hozzád, és itt a nap megvilágít bizonyos dolgokat. Azon kívül megvan a kisugárzás, a vonzalom kettőtök között. Mi köt össze benneteket?
Itt justícia jelentett egy bírósági ügyet, vagy mutatja az igazságtalanságokat. Tulajdonképpen ő tudja azt, hogy ő rontott el valamit, hiszen te megjelensz itt, mint egy napsugár, megvan ez az őszinte kisugárzásod, itt tudja azt, hogy érzelmekkel közeledsz hozzá, illetve elfogadod ezt a kapcsolatot, hiszen szereted őt, itt még nincs közeledés, hiszen jelenleg még figyelgeted az eseményeket, és ő tudja azt, hogy valamit rendbe kell hoznia. Itt vannak még nehézségek, itt valamit maga után kell hagynia, hiszen ő rontott el valamit. És ez igazságtalan volt. Ezeket a dolgokat akarja veled tisztázni. Miután beszéltek nyíltan egymással, és ő bocsánatot kér, akkor tisztázódnak a dolgok, és meg lesz ez a belső egyensúly, ez a belső harmónia, és akkor lesz egy új kezdet kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!